Európában egyedülálló az, hogy ennyi intézkedés védi a családokat az inflációtól. Erről is beszélt Orbán Viktor reggel a Kossuth rádióban. A miniszterelnök azt mondta, hogy ha nem lenne rezsicsökkentés, akkor most az elszállt energiaárakat még a középosztály is megérezni. De az inflációt fékezi a kamatstop a benzinárstopp és februártól az élelmiszerárstopp is. A kormányfő azt is mondta, hogy a boltoknak kötelező lesz tartani a polcokon az árstoppos termékeket. Ezekből az árukból mindig kell lenni a polcon. A boltoknak kötelező lesz tartani az ástoppos termékeket, Orbán Viktor ezt a Kossuth rádióban közölte. A miniszterelnök azt mondta, az élelmiszer ástoppot szerb mintára vezetik be itthon, első körben három hónapra. A kereskedőknek a tavaly október közepi árakat kell biztosítaniuk februártól, ahogy a termékeket is, mert mint fogalmazott, az nem fordulhat elő, hogy az áruházak polcain ne legyen liszt, cukor, tej, olaj vagy hús. Mi egy olyan szabályt hoztunk, ami betartható, és van hozzá erőnk is, hogy ennek a betartását, ha szükséges, akkor kikényszerítsük. Tehát ha nincs ez az áru a polcokon, akkor büntetni fogunk, nagyon, nagyon komoly pénzügyi tételekkel fogunk büntetni, de nagyon remélem, hogy nem szükséges itt fenyegetőzni, hanem be fogják látni, a kereskedők és a boltosok is, hát elsősorban persze a nagy nemzetközi láncok, hogy ezekből a termékekből az emberek érdekében megfelelő mennyiséget tartaniuk kell. Ez sem maradhat így örökké, 90 napra vezettük be. A hazai baloldal már támadja az ástoppot, szerintük inkább az alapvető élelmiszerek áfáját kellene 5%-ra csökkenteni. Orbán Viktor erre reagálva úgy fogalmazott, a baloldalon ismeret hiány van, hiszen az alapvető élelmiszerek áfája már most is a lehető legalacsonyabb 5%. Ráadásul a baloldal akkor ezt nem támogatta, mert nem az emberek, hanem kizárólag a politikai érdekeket tartják szem előtt mi került volna azt mondani, hogy no, hát legalább hat élelmiszer esetében jó döntést hozott a kormány, de ez nem tud kijönni a szájukon, és teljesen észszerűtlen dolgokat mondanak, tehát én ebből azt látom, hogy rájuk ebben nem lehet számítani. Amikor a, még egyszer mondom, amikor a legfontosabb élelmiszerek áfáját csökkentettük, és volt lehetőség a parlamentben, hogy ők ezt megszavazzák, akkor nem szavazták meg. Orbán Viktor azt mondta, egy kormánynak nem csak piaci, hanem társadalmi szempontokat is figyelembe kell vennie. Arra emlékeztetett, nyugaton az infláció ellen gyakorlatilag semmit nem tesznek a kormányok, széttárják a karjukat, hogy ez a piacgazdaság, és nem avatkoznak be. A magyar kormánynak viszont a családok biztonsága az első. Nem szabad, hogy egy kormány egyszerűen csak nézze, hogy mi történik a gazdaságban, amikor nagyon hátrányos és a szokásostól eltérő jelenségeket tapasztal a gazdaságban, akkor be kell avatkozni. Brüsszelben nem így gondolják, tehát föl vagyok készülve arra, hogy majd meg kell védeni ezt az intézkedést. A miniszterelnök arról is beszélt, a rezsicsökkentés már 2013 óta védi a családokat az elszállt energiaáraktól. Kiemelte, ha ez nem lenne, akkor a rezsi most kétszer ennyibe kerülne, ami még az erős középosztályba tartozók számára is nehézséget okozna. Az infláció is a magas energiárak miatt van Európa szerte, amit a bérek és a nyugdíjak emelésével, valamint hatóságjárral lehet tompítani, mondta Orbán Viktor. Ezért fagyasztották be a benzin és a gázolajárát, és bevezették a kamastoppot is. Az infláció sajnos olyan, hogy fölviszi a hitelkamatokat is. Itt bevezettünk egy kamastoppot, nehogy a végén odajussunk, hogy a megnövekedett kamatszint miatt családok veszítik el azt a házat, azt a fedelet a fejük fölül, amiért egyébként hosszú évekig dolgoztak. Orbán Viktor azt mondta, a rezsicsökkentés, az élelmiszerástop, valamint a benzin és a kamatstop mind olyan intézkedések, amelyel a kormány inflációs időben is próbálja védeni a családokat.